Az erdélyi katolikus arisztokrata elit egyik legjelentősebb képviselője, gróf Kornis Antal és felesége, Petki Anna emeltette, valószínűleg hálából az 1738-1744 között Kolozsváron is pusztító pestis járvány elmúltával. Az emlékmű elkészítésére a megrendelő a kor legjelentősebb erdélyi szobrászával, az ekkor már Kolozsváron lakó Schubauer Antal 1744. szeptember 7-én kötött szerződést. A szerződésben foglaltak értelmében az ellenreformáció kora közép-európai emlékanyagának számos példájából jól ismert jellegzetes köztéri emléket szeretett volna készítetni Kornis. A szerződés szövege szerint a szoborcsoport máig fennmaradt központi eleme mellett többek közt 15 szentnek az oszlop körül elhelyezett szobraival, és mintegy a saját megrendelői szerepének a hangsúlyozásaként a családja címer állatát megjelenítő három unikornis fekvő alakjával. Ezen a helyszínen 215 évig állt. Az első főjavítás, úgymond, kijavítása mind az oszlopnak, mind a szobornak 1824-ben történt, akkor volt 100 éve, 100 éves évfordulója a templom felépítésének. Alaposan átgondolták, kiszámították, hogy hol érvényesül esztétikai szempontból, ugye a műemlék jelentősége szempontjából is, és azért hitélet, az annak egy jelentősége volt, és mondani valója, hogy arra nézett a szobra, mindegy mutatva az embereknek, hogy hol találhatnak vigaszt és segítséget bajaikban. A Kornis és Schubauer által megkötött szerződésben jóval több elem szerepel, mint ami a korabeli fényképeken látható. Monumentális alkotásnak indult, de feltehetően az anyagi hiány is hozzájárult a leegyszerűsítéséhez. Hiszen Kornis ez időben a ferences templom lorettói kápolnájának befejezését is támogatta. Eredetileg a Kornis család címerében is megjelenő három unikornis szintén a szoborcsoportot egészítette volna ki. Csak feltételezni lehet, hogy a ferences templom előtt az 1900-as évek elejéig látható két unikornisnak köze volt a megrendeléshez, és ezeket állították fel a család Szent Benedeki birtokára. A Kornis Antal által felállított Mária oszlop a 18. század közepétől az 1960-as évekig díszítette a barokk épületek közötti teret. Majd ideológiai megfontolásból levontották, és a Szentpéteri templom mögötti téren állították fel egy alig látható helyen. A kommunista hatóságok is felismerték, hogy jövőben kell gondolkozniuk, és igyekeztek úgymond megszűrni az ifjúság gondolkodás módját, és lehetőleg eltávolítani minden a hitéletüket elősegítő, vagy a hitéletre ébresztő elemet. Főleg nagyon időszerű és helyes volt a kérdés, az ilyen helyszíneken, ahol ugye ezrével haladtak el ifjak, egyetemi hallgatók, ugye lejjebb három iskola is van, gyerekek, tanulók és tanügyi dolgozók is. Újra javításokat eszközöltek 1957-58-ban, valószínű azért, hogy egy kicsit ködösítsenek, ahhoz, hogy a következő évben lebontsák 1959-ben. Akkor már egy kicsit enyhült a közhangulat, enyhült valamelyest az egyház ellenes akciók sora is, és véleményem szerint ezért nem merték teljesen eltüntetni vagy tönkretenni, de igyekeztek egy olyan helyre tenni, ahol kevésbé látványos, ne felejtsük el, hogy akkor még nem volt kiépülve mostani formában
az a városrész, egy csendesebb, eldugottabb helyet találtak véleményük szerint, de azért nagyon sokan elzarándokoltak oda, én is annak idején nagymamámmal, és tudtam a más fiatalok is szüleikkel, nagy boldogasszonykor augusztus 15-én, vagy Mária születésekor szeptember 8-án, és elmondtunk egy-egy rövid imát az üzanya szobra előtt, ott a Szent Péter templom háta mögött. Ki ne lenne, és a világ mely városa, vagy mely város lakói ne lennének büszkék arra, hogy egy 1700-as évekből származó gyönyörű barokk köztéri alkotásuk van. Szóval ez egy abszurd kérdésfelvetés. Én úgy gondolom, hogy ennek a szobornak egyszerűen itt a helye, és vagyok annyira optimista és bizakodó, hogy azt mondjam, hogy ez a szobor itt fog állni a belátható jövőben. Én nagyon sok esetben járművön utazva, ugye tömegközlekedési járművön, a szobor előtt többeket láttam, háromszoros, tehát ortodox módon keresztet vetni, ami azt jelenti, hogy igen, áll és fennáll a Mária tisztelet és a Mária szobros fogadalmi oszlopnak a tisztelete is a lakosság körében, nemzetiségre és vallásra való tekintet nélkül. Ez egy barokk tér lenne. Háttérben ugye a Bátor Japor szemináriummal. Kolozsvárnak a büszkesége lehetne. Persze, persze. Akkor ez volt a nemesi konviktus és rendház itt a sarkon. A pianista ahol, vagy? Akkor jezsuiták voltak, utána tehát a nemesi konviktus megvolt akkor is, tehát azok, akiknek volt pénzük és tejeltek, és abból a pénzből a szegényeket, azokat ingyen tanítatták, csak hogy kellett jól tanulni. Patinás épületek, patinás tér, akár nagyot mondok, vagy nagyot álmodok, a Szűz Mária tér, a Szűz Anya térnek is kikiálthatnák, elnevezhetnék. Az emlékmű történetének máig legnagyobb rejtélye, hogy elkészült egyáltalán a szerződésben foglalt grandiózus szoborcsoport, vagy az időközben jelentkező esetleges anyagi gondok miatt az eredeti elképzelésről lemondani kényszerült-e. Szintén kérdéses, hogy a Kornis család egy legjelentősebb birtokközpontjának számító Szent Benedek kastély előtt máig fennmaradt két fekvő unikornis szobor, melyet a 20. század elejéig a kolozsvári Ferences templom szintén Kornis Antal építette Loretói kápolnájának beáratát őrizték. Eredetileg nem ehhez a kolozsvári köztéri szoborhoz készültek-e? A megbízható írott források hiányában nehezen eldönthető kérdések mellett tény, hogy az említett szerződésben a szobrász 2 éves határidővel szerződött, így a kolozsvári emlékmű 1746 előtt semmiképpen sem állhatott. Története során több javításon is átesett, például 1844-ben. Egykori helyére a Szentpéteri templom mögé ideológiai megfontolásból került. Miután 1957-58-ban jelentős anyagi ráfordítással felújították, a következő évben az egyetemi hallgatóság új szellembe való nevelését jelenlétével úgymond akadályozó emlékművet lebontották, és 2 évi hányadás után mai helyén a Szentpéteri templom szentélye mögött állították fel. Az utóbbi években felmerült az eredeti helyére való visszaállítás igénye is. Már több mint 50 éve nézi a Mörösnegyedi tömbházakat a barokk Mária oszlop, Kolozsvár első köztéri szobra, az erdélyi barokk szobrászatnak egy kiemelkedő alkotása. A megrendelője Kornis Antal volt, az erdélyi katolikus arisztokrata elit egyik kimagasló személyisége, illetve felesége Petki Anna. A szobrász szintén a korszak legkimagaslóbb művésze volt, Anton Schuchbauer,
és fennmaradt a szerződés, ebből pedig tudjuk, hogy a szobor egy nagyon grandiózus tervvel indított. A Mária alakja mellett még 15 szentet is el akartak készíteni, 9 angyal lámpásokat fogott volna, illetve a család címerállata, az unikorn is megjelent volna az alkotáson. A szobor amúgy a Közép-Európában ismert ikonográfiai típusba tartozik, Mária oszlopokkal találkozhatunk Európa más városaiban is. Ezek fogadalmi szobrok voltak, illetve védelmi szerepet is tulajdonítottak nekik. Kornis Antal minden bizonnyal a pestis járvány elmúlta miatt állítatta, mint egy hálaképpen a mennyeieknek. Hamarosan ezt a szobrot áthelyezik innen, a Szentpéteri templom mögül, ide, a főtérre, arra a helyre, ahol eredetileg is állt. Az 1950-es évek végén került erről a helyről. 57-58-ban restaurálták, majd utána áthelyezték, pár évig kallódott. És hogy miért volt szükség erre az áthelyezésre? Hát azzal indokolták, hogy a vallásos szobor a világi tudást megszerezni vágyó diákságnak az ideológiáját megrontja, ezért kell innen az egyetem közelségéből valahova máshova elhelyezni. Az egyetem urait zavarta ez az 50-es évek elején, és emiatt került előbb az óvárba, a ferencesekhez, és azután a Szentpéteri templom mögé, ahol nagyon méltatlan, erodálódott állapotába került, eltűnt a kis arany koronája, nagyon szép ékel, de most ez szerencsére megvan. Ezek a kis tárgyak, puttók, meg savanyú, amik letörtek róla az évek során, ez is érdekes. Látod, hogy gondolat, kérdezi, mely gondolat mentén, hát azt figyeltük. 80-as években magam fogtam ilyen puttódarabot, tehát hova vidd, ott van mellett egy templom, levittük az altemplomba. Az altemplom sarkába, ott állnak ilyen kis szárnyas fejecskék és figurák, amik most remélem, hogy műves módon, tehát mindenképpen szakrestaurátorral kerülnek a helyére. Itt voltak ilyen hangok már ezelőtt 10 évvel, hogy ez milyen jó lenne, ha visszakerülne. Tehát én erről úgy hallottam a városban. Nem tudom, hogy ki vetette fel a gondolatot, ki nem. Itt a lényeg az, hogy a szerencsés módon a város, hogy úgy mondjam, a végére hagyta ennek a 9 utcának a köztérrendezését. Ezt kiemelten fontosnak tartom, mert már túl vagyunk a gyermekbetegségeken. Tehát már lezajlottak a főtér és egyéb központi utcák rendezései, viszont mindenki tudta, hogy ez a hab a tortán. A Farkas utcáról aztán ezt nem kell különösebben elmondanom, Egyetem utca tartozéka ennek, és ez egyrészt egy nagyon szerencsés mód, és az is szerencsés, hogy a város ezt nem úgy lebratyizta két ismert tervező, hanem kiírtálja egy versenyt. Itt az osztrák monarchiában rend volt. Hát itt volt topográfia, volt kadaszter, ezek jegyezve voltak. Fel se tevődött ez a kérdés, ez nem egy gondolat mentén. Volt valakinek valami, azt nem vitattuk el, így a közteret sem. Sőt, odáig menően, hogy ezt fel is dolgozták, ezek már ilyen egyetemi lezajló doktorátusi munkák, hogy na, hol volt például a Mária szobor. Erről ráklikkelünk, akkor az interneten egyből elérhető ez a dolog. Nyilván színazonosan a korábbi helyére tesszük vissza, már csak annak okán is, mert azért annyira komolyan nem működtek a Komcsi atyafiak, hogy a föld alatt is eltüntessék a dolgot, és miért ne használnánk ki azt, hogy megvan ennek az alapozása. Ez a tárgy egy ilyen térszervező elemként működik itt, túl a szimbolikus értékén. Szimbolikus értéke, mely igencsak időszerű, ugye? Amiért ez ide került, ez egy fogadalmi oszlop. Azt hiszem, hogy kolozsvári józanul gondolkodó ember itt látja, ha nincs itt is. Azonban levágták a lábamat, és ott marad a fantom fájdalom. Na most ez is egy kicsit ilyen. Nem egy gondolatként merült fel. Ez a tér egy ilyen városi szalon. Tehát tulajdonképpen nem egy utcában vagyunk, hanem egy köztéren. Ez az izgalmas, ami a főtérnek a kis leánytestvére.